A Mi Hazánk mozgalom történetének legnagyobb rendezvényét tartjuk meg ma, ami nem is csoda, hiszen folyamatosan erősödünk, az az apró munka, amit évek óta végzünk, az azért meghozza az eredményét. És a harmadik útra igény van, ezt mutatja a Medián kimutatása is, miszerint a fiatalok körében már a legnépszerűbb párt a Mi Hazánk mozgalom. És folyamatosan erősödünk, ez a családi nap Magyarország legnagyobb majálisa, legnagyobb létszáma és legnagyobb alapterületű, hatalmas területen elterülő majálisa is azt mutatja, hogy igény van a harmadik útra, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel. És nagyon örülök, hogy így anyák napja közelettével tudtuk köszönteni az édesanyákat, és tudtunk egy olyan rendezvényt csinálni, ahol Magyarországon a legtöbb ingyenes gyerekprogramot biztosítottuk. Nagyon fájó, hogy az állam még gyermeknap, illetve anyáknapja kapcsán sem nyújt semmit tulajdonképpen a magyar családoknak. Egy tévhit az, hogy egyébként a magyar kormány, Magyarország többet költ az uniós átlagnál akár csak a családokra, családtámogatásokra. Valójában úgy tűnik, hogy küldetése van a Mi Hazánk mozgalomnak ezen a téren is. Ezért is örülök, hogy egy kicsit tudtunk könnyíteni a családok terhein, és tudtunk egy ilyen ingyenes kikapcsolódási lehetőséget biztosítani sok ezer magyar embernek. A Mi Hazánk mozgalomnak két fontos üzenete van a május 1-i ünneppel, a munka ünnepével kapcsolatban, kimondottan a munkaügyi kabinetnek. Egyrészt mi szeretnénk ezt egy új tartalommal megtölteni, és elhagyni a negatív kommunista emlékeket ezzel kapcsolatban, és valóban a nemzeti munka ünnepévé tenni. Másrészt egy nagyon is aktuális és égető kérdés, május 1-i üzenetünk is úgy szól, hogy vendégmunkás helyett megbecsülést a magyar dolgozónak. A magyar dolgozók helyzetéről nem lehet ma úgy beszélni, hogy ne beszélnénk a vendégmunkás kérdésről. 100-200 ezer harmadik világbéli vendégmunkás dolgozik Magyarországon, szorítják ki a magyar dolgozókat, rúgják ki tömegesen őket, nyomják le a béreket, és vándorolnak ki a magyarok Nyugat-Európába. A Mi Hazánk mozgalom meg akarja fordítani ezeket a folyamatokat. Nincs szükség vendégmunkásra, olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsülésére épít. A Mi Hazánk ifjaival is toborzó sátorral veszünk részt az ország legnagyobb majárisán, és kiemelt felelősségünk van a toborzás terén is, hiszen sajnálatos statisztika, hogy a fiatalok 50%-a külföldön képzeli a jövőjét, soha nem volt ekkora mértékű az elvándorlás, így mi vagyunk az egyetlen párt, amely egy olyan alternatív jövőképet kínál a fiatalok számára, amely egy biztos életet kínál nekik Magyarországon, akár a lakhatás, akár a jogosítványszerzés területén. Itt vagyunk a Magyar Önvédelmi Mozgalom standjánál. Minden évben itt vagyunk egyébként a Mi Hazánk Mozgalom majálisán, az ország legnagyobb majálisán. Az érdeklődők bátran fordulhatnak hozzánk, tagfelvételi lapjaink vannak, aláírás gyűjtünk annak vonatkozásában, hogy rend és biztonság legyen Magyarországról, hogy a kormány alkosson arra a jogszabályt, hogy működjön együtt a jogi személyekkel, nem rendelkező személyi egyesülésekkel, alkossanak erre egy törvényt, mint például a Magyar Önvédelmi Mozgalom is ebbe a kategóriába tartozik. A mozgalmunk egy olyan civil emberek közössége, akik segítenek a honfitársaink, és tenni akarnak azért, hogy az ország sokkal élhetőbb legyen. Május 1-e a közösségről szól, arról szól, hogy jól érezzük magunkat együtt, egymással, és minden évben az a tapasztalatom, hogy itt Budapesten is egyre inkább erősebb a jelenlétünk,
Ez talán szerencsés is, hiszen az idei év az választás év is. Én azt látom, hogy már most lényegesen többen vannak, mint tavaly voltak, és ez még délután valószínűleg még sokkal inkább így lesz, hiszen akkor fog majd tetőzni a rendezvényünk. Én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom egyre kevésbé elutasít a Budapesten is, aminek nagyon örülünk, hiszen a választóknak egy jelentős része rájött valószínűleg, hogy a három évtizede húzódó politikai iszabbirkózás az sehova nem vezet, és akik felelős döntést akarnak hozni, azoknak a legjobb választása a Mi Hazánk mozgalom. Én arra kérek mindenkit, hogy a közelgő választások a június 9-én támogassák szavazatukkal a Mi Hazánk mozgalmat. A Mi Hazánk mozgalom budapesti elnökeként célom, hogy minél sikeresebb legyen a pártunk az önkormányzati választáson. Főpolgármester jelöltünknek is össze fog gyűlni az aláírás, Kőbányán is sikeresen el fogunk tudni indulni. Számomra azonban nagyon fontos, hogy kulturális harcot is vívjunk. A Magyar Életvédők Egyesületével ezt a kulturális értékrendet képviseljük a hazaszeretett kereszténység és életvédelem nevében. Ezt szeretnénk bevinni az önkormányzatokba is, úgy, ahogy 2022-ben bevitte pártunk az országgyűlésbe. Mai majálison szóba került Magyarország helye a globális rendszerben és a globális világban, ahol Borvendék Zsuzsannával és Drábik Jánossal közösen beszéltük át azokat a globális trendeket és folyamatokat, amelyek a mindennapi életünket is meghatározzák, és amelyek eldöntik a sorsunkat és a jövőnket is. Ezeket próbáltuk elemezni. Abban egyetértettek az előadók, felszólalók, hogy az Amerikai Egyesült Államok globális hegemóniáját most már veszély fenyegeti, ez a nagy birodalom a végét járja, és Kína felemelkedése pedig milyen hatással járhat a mi életünkre, a magyarok, Magyarország helyzetére. Tehát ezeket a részeket és ezeket a kereteket is megpróbáltuk az érdeklődők számára bemutatni. Ilyen sokan festettetek kis cicát. Hazánk legnagyobb majálisát rendezi meg idén is a Mi Hazánk mozgalom, amire nem csak azért vagyunk büszkék, mert ez a legnagyobb rendezvény, hanem azért is, mert egész nap minden gyermekprogram ingyenes. Ez egy szimbolikus lépés is a részünkről. Egyrészt szeretnénk ezzel is a családokat támogatni, és rámutatni arra, hogy az államnak kellene hasonló rendezvényeket tartania, nem csak a május 1-e alkalmával, de például augusztus 20-án is. Rengeteg család látogatott ki hozzánk a mai napon is, ami óriási öröm számunkra, hiszen a Fidesz kormánnyal szemben mi nem vendégmunkásokra, hanem a magyar családokra, a magyar gyermekekre szeretnénk Magyarország jövőjét alapozni. Ismét megmutattuk azt is, hogy milyen erő van ebben a közösségben, hiszen azok után, hogy első ellenzéki pártként adtuk le az európai parlamenti választási induláshoz szükséges ajánlásokat, most Magyarország legnagyobb rendezvényét tudjuk tartani ezen a napon. Bízom benne, hogy hasonlóan sokan leszünk május 11-én is, amikor a külügyminisztériumtól vonulunk az egészségügyi államtitkársághoz, hogy tiltakozzunk a WHO pandémia szerződése ellen, a vendégmunkás áradat ellen, illetve megvédjük a készpénzhasználat jogát. Várunk mindenkit szeretettel oda is!